Mindjárt videózok! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy... Hát fogjuk rá, hogy egy ilyen videósorozat kezdete lesz, amit lehet így nagyon gyorsan le fogok darálni, mert nem akarom, inkább több részre széthúzom, hogy kicsit többet tudjak beszélni, és ne legyen gigahosszú. Régóta tervezgetem már, hogy csinálok egy olyan videót, amiben magyar szerzőket fogok így összefoglalni, vagy ilyen magyar szerzős könyvajánlót, mert hogy egyre jobban nyitok én is a magyar szerzők felé, egyre több magyar szerzőt is magyar szerzőtől is olvasok könyveket, és már így igazából összegyűlt egy csomó magyar szerző, akiknek így szeretem a könyveit, úgyhogy ez a mai videó, ez így ennek lesz mondjuk úgy az első része, és most úgy döntöttem, hogy 5 magyar szerzőről fogok beszélni, ráadásul 5 női magyar szerzőről, mert most márciusban volt nőnap is, és akkor egybeveszem így ezt a kettőt, meg ugye nekem van ez a Barangolás Európában sorozat, vagy barangolós sorozataim is, amikből így az Európából kifejezetten Magyarországot így kilöktem, mert hogy a magyar szerző ugye az olyan, hogy azért valószínűleg olvasol életedben, tehát nem egy olyan nem annyira keresős talán magyar szerzőtől olvasni, mint mondjuk, nem tudom, nézem a térképemet, mint egy chilei szerzőtől mondjuk, azért az ritkább, hogy chilei szerző akad az ember kezébe azért, bár szerencsére szerintem egyre több helyről lehet könyvet szerezni, egyre több nemzetiségű szerzőtől lehet könyvet olvasni, mert egyre több minden kerül lefordításra. Na mindegy, de szerettem volna külön videót szentelni magyar szerzőknek, akiktől olvastam, és nagyon jókat olvastam, úgyhogy ez lesz ennek a most az első része. És nem lesznek ebben az elsőben szerintem nagyon meglepetések, így bizonyos mennyiségű megnézett videón felett, hogyha valaki már látott eleget, valószínűleg így bingózhatja, hogy melyik 5 női magyar szerző lesz benne ebben a videóban. Aztán majd a következő részben másik 5. Hát az első nem más lesz, mint a mostában nagyon sokat emlegetett Szabó Krisztina, akinek 2 regénye jelent meg, ugye tavaly előtt az Ellopott Kívánság, és tavaly pedig az Ezüsterdő. Ezek mindketten ifjúsági fantazik, romantikus ifjúsági fantazik, egyedülálló kötetek és retellingek. Ez Piroska és a Farkas, ez pedig Aladdin. De hogy úgy retelling, hogy megtalálod benne azokat az elemeket, amikre rábögsz, hogy na igen, ez így érzed, hogy az adott meséből van ihletődve, de hogy nem azt a fonalat követi, hanem így saját képére formálja kicsit, tehát nem olyan szoros retelling. Amúgy kicsit én azt mondanám, hogy olyasmi kaliberű a retelling része, mint mondjuk a Holtbéli krónikáknak, ahol szintén azért elég szabadon van értelmezve, de azért fölismered, hogy XY karakter melyik meséből van úgymond átemelve, vagy melyik mesének a melyik mese szereplő karakterisztikáit viseli. Na. Nagyon szeretem, ahogy Szabó Krisztina ír, azt is szeretem, hogy ugye ifjúsági romantikus, tehát nincsenek benne explicit dolgok, és erre tudom, hogy mindig kitérek, de nekem olyan jól esik, hogy mivel felnőtt karakterekkel, de még ifjúsági, szóval felnőtt karakterekkel játszunk, de még ifjúsági a könyv, ezért nagyon szépen van megírva az, amikor már a romantikus szál mélyebb részre fordul, de hogy nagyon szépen van megírva, de hogy nincs semmi olyan, amitől én például ki vagyok. Mert én ugye nem szeretem az erotikus jeleneket, és ebben nincsenek, csak hogy így mindig szépen van megírva, ennyit akartam mondani. És bár ugye fantasy mindkettő, tehát ugye fantasy világban játszódik, azért főként romantikus könyvek. De nagyon-nagyon jók, úgyhogy csak ajánlani tudom. A következő... Őt is tavaly olvastam, összefolynak őszintén az évek, meg hogy melyik év melyik volt, mert most, hogy 24 vagy 23, hogy melyikre gondolok, meg hogy melyik volt a 22, el vagyok veszve. A következő szerzőm nem más, mint Ecsédi Orsolya, akitől a Júli vagyok könyvmolyt olvastam, neki már viszont van több könyve is, ami megjelent. A Júli vagyok könyvmolya az, ami egy ilyen ifjúsági, szintén mondhatjuk romantikusnak, van benne egy romantikus... De ez is romantikus végül is. Illetve Ecsédi Orsolyától olvastam a novellát is, ugyanis a Csak mi ketten novellás kötetben volt tőle is novella, ami
szintén nagyon tetszett. Ecsédi Orsolyának voltam egyébként ennek a könyvének a könyvbemutatóján is, az is nagyon jó hangulatú volt, nagyon sokat nevettünk már a könyvbemutatón, a könyvben is nagyon sokat nevettem, maga a Juli vagyok könyv egyébként arról szól, hogy Juli, aki könyv moly, őzök tipikus, tényleg csak a könyvekben él, és hát adódik alkalma, hogy találkozzon a könyves állampasiaival. Mert hogy szerinte a való életben nincsenek jó pasik, csak a könyvekben, és hát úgy alakul ez a felfedezés, ahogy alakul, de nagyon vicces, nagyon jó megválogatta Ecsédi Orsolya azokat az archetípusokat, akiket belepakolt ebbe a könyvbe, hogy Juli végignézzem, mert igazából mindegyik olyan, hogy rájössz, hogy a mondjuk a mai népszerű romantikus könyvekbe, vagy csak úgy unblock a romantikus könyvekbe, vagy bárhol, aki így felkapott férfi karakter nők által jobbára, azok így melyikbe tartoznak bele, és nagyon vicces, tehát, hogy mikor ez végigment ez a könyv az egész családon, és így a ház másik végében hallottam, hogy röhögnek rajta, szóval nagyon jó. Következő szerzőnk, na ő lesz talán az egyik legkevésbé megtippelhető, ez nem más, mint Smar Róza. Nagy hiányosságom, hogy a Nagy folyók haragjának megvan a második és a harmadik része is. Mindegyik dedikáltatva van, viszont még mindig csak az elsőt olvastam, de most már el fogom olvasni, ígérem, egyben, vagy hát nem egyben az egészet, mert az elsőt nem annyira szeretném újraolvasni, bár lehet kéne. Szintén fantasy, ez mondjuk nem romantikus fantasy, ez így, ez egy sima ifjúsági fantasy, kicsit így kopogtat talán a világépítés szintjén az ilyen felnőttebb high fantasy felé. Keresek, nagyon szép illusztrált egyébként ez a kötet. Ez az első egyébként a Ladan könyve. Ez egy ilyen nagyon összetett fantasy világban játszódó politikai cselszövős történet. Itt tényleg van nagyon sok minden, nagyon sok szálon fut, nagyon sok szempontból, úgyhogy azért a könyv elején bőven azzal telt az idő, mikor olvastam, emlékszem, hogy próbáltam emlékezni, hogy ki kicsoda volt, főleg ilyenkor ugye az ember az arcába kapja a sok fantasy karakternevet, és csak így pislog, hogy Jézus Úr, Isten, ez most ki volt, és lapozol vissza. Egy kis segítség egyébként van benne, a középtájt látszódik is családfa. Ami még ennek a könyvnek egy nagyon jó tulajdonsága, hogy, vagy hát én szeretem egyébként, ha rövidek a fejezetek, akkor mindig így sokkal könnyebben és gyorsabban haladok. Tudjátok, ez a tipikus, megnézem, hogy na jó, mennyi oldal a következő fejezet? Á, csak 3, jó, akkor azt még elolvasom, és ilyenkor így még ledarálok 40 fejezetet, vagy nem tudom. Én ezt szeretem. Ja, úgyhogy Nagy folyók haragja a Smar Rózától. Kíváncsi leszek egyébként, hogy már most ugye a Nagy folyók haragja az egy trilógia is befejeződött, szóval nem tudom, hogy ezek után Smar Róza tervezi bármi mást is írni. Kíváncsi lennék. Következő nem más lesz, mint Moskát Anita. Moskát Anitát is nagyon szeretjük. Ez ugye itt az Írha és bőr, ez a Hazugság tézisei, egyébként meg fönn van még a polcomon a Horgonyhely, azt viszont még nem olvastam. Moskát Anitát azért szeretem, mert fáj, amit ír. Ez egy ellentmondásos dolog, de nagyon jól csinálja, amit csinál. Na, nagyon brutál világokat épít, az Írha és bőr az egyik legbrutálisabb élményem olvasás szintjén, de nagyon imádtam, hogy fáj, de hogy így jól esett, hogy fáj, vagy nem is tudom. A Hazugság tézései pedig egy novellás kötet, és ez egy ilyen bonding momentunk volt Anitával, hogy a kisregény, ami benne van, abban az egyik szereplőt Matildának hívják. És ez nekem is ilyen, mert kevés Matilda szereplővel találkozok könyvekben, úgyhogy nagyon, nagyon kis boldog voltam, meg azt hiszem, hogy már talán már, amikor az Írha és bőrt dedikáltattam vele, akkor mondta, hogy ír, hogy folyamatban van nála egy sztori, amiben Matilda nevű szereplő is van, és ez nem tudom, ez nekem annyira megmaradt, egy ilyen boldogság pillanatom volt. Úgyhogy nagyon brutál, de nagyon jó. Ugye az Írha és bőrnek alapvetően az a sztoria, hogy
valamilyen úton, módon, titokzatos módon bizonyos, hát így az állatok random átkezdtek változni emberek, és akkor így lettek a fajzatok, mert hogy ez az átváltozás nem volt 100%-os, szóval maradtak állati részeik, így már úgy testileg, és hát gyakorlatilag maga a könyvben ugye arról van a fő téma, hogy ezek a fajzatok, meg az emberek, ahogy hát mondanám, hogy próbálnak együtt élni, de hogy milyen így az együttélésük, hogyan néz ki, és lehet párhuzamokat vonni bizonyos dolgokkal, de nagyon-nagyon brutális. Nem kell boldog pillanatban olvasni, de hogyha túl depis az ember, akkor se, tehát hogy ilyen köztes semleges hangulatban, és akkor talán nem fog a kardjába dőlni, de hogy amúgy meg nagyon jó, csak brutál. A novellái között Anitának pedig szintén vannak nagyon brutálisak, és próbálok emlékezni, hogy volt-e benne happy ending. Hát végül jó, igen. A kisregény is nagyon jó benne, mert nagyon menő a koncepció, mert hogy a ilyen törvényekkel, a mágia rendszer gyakorlatilag a törvények, és akkor, hogyha nem tudom, aláírnak egy szerződést, hogy mondjuk, nem tudom, az egyik országban, akkor innentől több eső esik, hogy a másikban mindig napos idő legyen, tehát hogy ezt ilyen szerződésekkel oldják meg, és zseni. Most kell tanítani egy zseni. Csak a horgonyhelytől félek, mert az is tudom, hogy extrém brutális lesz. Na és hát az utolsó szerzőnk így most kell tanítani után nem más lesz, mint Kleinhez Csilla, és tőle fejjel lefele tartom. Az Ólomerdő, ami Ólomerdők trilógia, azt hiszem. Ennek is megvan mind a három része, még csak az elsőt olvastam, de fenn van már Pesten a második, hogy majd folytatom. Ígérem, folytatni fogom. Csak ugye most nagyon hangulatolvasásban vagyok, és nem akarom, hogy pont olyankor kezdjem az Ezüsterdőt, amikor nagyon nincs hozzá kedvem. Mert nem akarom, hogy rossz élmény legyen emiatt, mondjuk. Az Ólomerdő egy... szintén fantazi, de hogy egyébként ez a magyar hiedelemvilágon alapszik a történet maga, és Emesét követjük, aki hát átjut ebbe az Ólomerdőbe, és így egyrészt ugye megtudunk erről a világról is dolgokat, meg Emese így a családi hátteréről tud meg dolgokat. És miért retkes a hazugságtéziseim? Kit kell megütnöm. De egyébként ez is ifjúsági, mert hogy Emese azt hiszem 14 éves talán benne, valahogy így van. Egyébként Kleinhans Csillától meg szintén megvan a legújabb regénye, az Alvilági Szövedék. Szintén majd fogom olvasni. Csak hát nyilván nekem már itt vannak olyan szerzők, akik ilyen instant megveszem a könyvét gondolkodás nélkül, csak már az egy másik dolog, hogy mikor jutok el oda, hogy elolvassam. Na. Illetve Kleinhans Csilla, mint szerkesztőként is tevékenykedik, úgyhogy nagyon sok könyvem van, aminek ő volt a szerkesztője, például a Paper Girls-nek, a Cserkesztereknek talán a fordítója volt, szóval így Kleinhans Csilla munkásságával sokkal jobban így kapcsolatban állok, nem regényíráson keresztül, úgymond, de hogy nagyon szerettem az Ólomerdőt is, és ennél főleg tudom, hogy a folytatások még jobbak. Szóval nagyon várom, mert a harmadik rész állítólag az írdatlan jó, csak hát ugye el kéne odáig jutnom, úgyhogy tudom, rossz dobi vagyok, de majd igyekszem. Úgyhogy ez az első kupacom. Nyilván mindegyik magyar könyv, úgyhogy fejjel lefele vannak a... címek. Ez az első magyar szerzős kupacom, és női szerzők emellett. Ők azok, akiknek nagyon-nagyon szerettem a könyveit, mármint amiket olvastam eddig, és akinek meg van olyan könyve, ami megvan, és még nem olvastam, azt is tudom, hogy nagyon-nagyon fogom szeretni. Tudom, kit nem írtam fel a listára, és fel fog kerülni majd, de egyébként nem ennyi a magyar szerző, meg nem ennyi a női magyar szerző sem, szóval csak nem akartam túl sokat, mert ez a videó már így is lassan 20 perces nyers felvétellel rendelkezik, szóval gondoltam, megkímélem Vágó Matildát is, meg a nézőket is attól, hogy ilyen egyórás videókat kelljen nézni, meg nekem vágnom. Úgyhogy inkább több részletben lesz. Úgyhogy folytatásra következik egy következő videóban majd. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!